Tehát ez az elmúlt 60 óra. Hát igazából jó volt, tehát egy jó pecának mondható volt, de nem túl aktív. Szép halakat fogtunk véleményem szerint, jól alakult minden, de nem a legaktívabb pecánk volt, pihenni tökéletes. Ahogy szokták mondani, nekem ez a Riviera, ez most már lassan, most már mondhatjuk, hogy rendszer, mert 5. éve vagyunk itt. Minden évben sikerült egy minimum 60 órát eltölteni neki. 2 óra késéssel érkezett, és egy szép amúrral kezdett. Nekem estig kellett várni az első halra. Aztán elég hektikusan bejöttek a halak. Volt, amikor eltelt között a fél nap is, egy-két hal között. Aztán a tegnapi nap az már elég lightosnak tűnt, kapás szempontjából, pedig próbálkoztunk. Etettünk csónakkal, szóltam a kukoricát, kupens felletet is, és hát a napi 2-szer életet, és az egy jó 1 órás, 3 kapásos időszakra szólt közel, mert előző nap még azért lehetett, volt idő, hogy 1-2 óráig itt voltak nagyjából a halak, de tegnap este volt, hogy egyszerre 3 voltam volt kapásunk, 2-nek, az úgy jól indult, és így nagyjából azóta csönd van. Tehát tegnap este 8:30-9 óta, most tartunk körülbelül mennyi az idő? 2 óra? Körülbelül 2-2 óra. Mozdításunk nem volt, viszont a legszebb élmény, amikor őszintén horgásztam, és körbe mindenkinek csipog a kapásjelzője, mi pedig ezt végignézhettük. Igen. Statisztáltunk egyet, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó pihenő volt. Szép halakat fogtunk. Konklúzió. Megtettünk mindent, jövőre jövünk. Az biztos, ez nem is különös volt kérdés. Köszönöm szépen a horgászatot. Én köszönöm. Gyertek ti is, próbáljátok ki a tavat. Tuti jó. Sziasztok. Sziasztok.